Apa és fia edzést tartanak a Népligetben, a különbség mindössze másfél óra a két esemény között. Az élet úgy hozta, hogy 30-szoros bajnok labdarúgó csapatunk pályaedzőjének fia ugyanazt a pozíciót tölti be U19-es utánpótlás együttesünknél, mint édesapja az NB1-es csapatnál. Roland, amikor még Pakson volt, harmadik számú kapus volt az NB1-es csapatnál, akkor én nem gondoltam, hogy ő képes lesz azt ott hagyni egy utánpótlás edzői állásért. Tehát számomra mindenképp meglepetés volt az, hogy ő ebbe belevágott. Készültem már olyan szinten, hogy mikor még játékos voltam, már igyekeztem letenni a licenszeket, meg is csináltam az első ilyen licenszet. Utána adódott egy olyan lehetőség, hogy az előző szakmai vezetés megkérdezte, hogy esetleg lenne kedvem ide jönni edzősködni a Fradiba. Ezt egy olyan lehetőségnek tartottam, amit visszautasítatlannak gondoltam. Mostani fejjel azt mondom, hogy örülök neki, mert azt látom, hogy ugyanolyan elánnal veti belagát, mint ahogy focizott is, és ő ebben jól érzi magát. Nem gondoltam volna, hogy én ilyen fiatalon leszek edző. Azt hittem, hogy jóval később, egy 10 év múlva, de úgy hozta a sors, hogy az U17-es korosztályt kezdtem, ott kezdtem el dolgozni itt, és akkor 2 év után végül is felkerültem úgymond a 19-hez, és akkor így dolgozunk most úgymond egymás alatt. Talán, ha eddig nem említettük volna, hogy apával és fiával beszélgetünk, a hangjuk alapján akkor is egyértelmű lenne a családi kötődés. A mama az mindig összekever minket, mikor fölveszem a telefon, sokszor bemutatkozik, hogy na szia Csabikám, és akkor jót mosolygunk, és akkor rá 2 percre mondom, hogy nem is Csabi vagyok, hanem Roland. Úgyhogy vannak ilyen hasonlóságok kettőnk között. A buszsofőr, a kutya. A kutya, ő az, aki azt mondta, hogy a múltkor vitte az ifistákat valahova, nem tudom én hova, és hátulról szóltak neki, és azt mondja, hogy hirtelen hátrafordult, hogy mit keresek én az ifistáknak a csapatánál, de tényleg, hát van benne hasonlóság. Na de vissza a szakmához. Bár a két tréner titulusa azonos, a tanulási folyamat és a munka elvégzése a generációs különbség miatt sokban más, így bőven akad lehetőség eszmecserére. Ők már ebbe belecsöppennek, őnekik ez már normális az, hogy különböző adatokkal dolgoznak együtt, a számítógépet napi szinten használják, stábba dolgoznak. Van olyan, amiben például én kérem az ő segítségét, de biztos, hogy próbálunk sokat beszélni a fociról. Eljövünk egymás meccsére, és én is a felnőtt csapat meccsére is, ő is sokszor eljön a meccsünkre. Is, nyilván azt azért meg szoktuk beszélni, hogy ki hogy látta belülről vagy a lelátóról az adott napi dolgokat. Roland egy lehet, hogy egy kicsit még óvatosabb, főleg a kritikával kapcsolatban esetleg, de azt gondolom, hogy vannak nagyon jó dolgok, amiket bárkitől lehet tanulni, tehát én is hallottam már tőle olyan dolgokat, amire utólag azt mondtam, hogy ez egy jó ötlet. A munka kapcsolat tehát élénk Roland és Csaba között, de korábban a Paksnál másként dolgoztak együtt. Nekem volt ő edzőm is. Úgyhogy egy szigorú apuka volt, ezt azért mondjam. Pozitív rész az ugye az volt, hogy az ember azért néha tényleg úgy jött edzésre, hogy na most kicsit kevesebb kedve van. Nyilván akkor, hogy apa van ott, ő az edző, akkor ezt a dolgot ezt hamar átlendíted abba az irányba, hogy igenis akkor is kell teljesíteni, hogyha fáradtabb vagy hogyha nem úgy jönnek össze a dolgok, úgyhogy úgymond ez egy plusz motivációt is adott. Kicsit még szigorúbb vagy a saját gyerekeddel. Ha valakinek van erre lehetőség elkerülni, szerintem az nyugodtan tegye meg. Volt olyan gyerek, aki 1/2 év után tudta meg, hogy ő az én fiam a csapaton belül, mert ugye hát edzésen úgy is szólítottuk egymást, tehát nem volt meg az a viszony, mint amit mondjuk otthon esetleg használsz, és van, aki 1/2 év után mondta, hogy nem is tudtam, hogy ő a te fiad. Később, mikor Máté Csaba már a Ferencváros sikeréért dolgozott, az is előfordult, hogy csapatát úgy készítette fel az ellenfélre, hogy annak kapujában fia állt. Különleges helyzet volt, hogy úgy pályára lépni, hogy az ellenfél kispadján meg ott ül édesapám, de ez nem hiszem, hogy nekem volt a legfurcsább, hanem lehet, hogy a családnak, mert apa lehet, hogy felugrott egy szép védésnél, hogy ez szép volt, fiam. Ilyenkor az ember kettős érzések kerül a kispadon, hiszen csatárunk lövésre lendül a lába, és azt gondolod, hogy hú, de jó lenne, ha gól lenne, ugyanakkor meg a fiad áll a kapuba, tőle meg azt szeretnéd, hogy jó lenne, aki védené. Tehát ez mondom, ez egy ilyen furcsa kettőség van ilyenkor az emberbe. A Máté családnál megszokott dolog, hogy a labdarúgás a legfőbb téma, ám régi fotókat nézve több emlék is előkerül. Ez nem ma volt. Igen, ez. Tehát ugye szekszárdi származásúak vagyunk, ugye ott indult mondhatjuk a Rolandnak is a sportpályafutása. Ez talán az ambiciózusságát jelenti, hogy ugye ez már kiskorában is a csúcsra akar törni. Még Belgiumban volt, ugye ő ott született kint, ott a tengerparton
homokba mutatta, hogy hova szeretne elérni, hogyha egy kicsit nagyobb lesz. Ami szerintem egy szülőnek mindig jó dolog az, hogyha ugye több gyereke van, azok a testvérek, azok egymáshoz hogy viszonyulnak, és azt azért el lehet mondani, hogy ők tényleg szerintem nagyon jó testvérek. Van két húga. Igyekszünk az összes felnőtt mérkőzésen ott lenni, amikor ugye nekem sincs mérkőzésem, anyáik is idegszenek kilátogatni, és nyilván akkor a két húgom is jön. Mind a három gyermek az teljesen más személyiség. Tehát végül is ugye én mondhatjuk, hogy egy ilyen fanatikus őrült vagyok, akinek tényleg a foci körül forog mindene. Ezt valahogy a Rolandnak sikerült átadni. Ugyanakkor mindegyik megtalálta a kis maga területét, ahol szeretne kibontakozni. Talán egy szülőnek az a legfontosabb, hogy a maga módján, a maga lehetőségei szerint ebbe segítse a gyerekét. Tehát én abszolút nem tereltem a Rolandot se a sport irányába. De vajon mit tartogat a jövő az ifjú edző számára? Nagyon fiatalon lettem ugye edző. Szeretném végigjárni ezeket a dolgokat, hogy pályaedző. Dolgoztam ugye kisebb korosztálynál úgy, hogy mind egyéni képző, tehát abból is azért betekintést nyertem. Az ember azért szívesen kipróbálná magát majd később a vezetőedző pozícióba is, de erre azt gondolom, hogy még sokat kell tanulnom ehhez. Az edzői munka hasonlít egy kicsit így a játékosok feladatára is, tehát hogy egy játékosnál nyilván a tehetségről akkor beszélünk, hogyha ugye gyorsabban tud tanulni valami dolgot. Nyilván ez edzőként is így van, tehát hogyha az edzőbe megvan az belülről, hogy igenis én vezetőedző típus vagyok, akkor úgyis idővel úgyis be fogja tudni tölteni azt a pozíciót. Valaki meg egész életében tökéletes pályaedző lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor is nagyon boldog leszek, hogyha ez így lesz. Az edzői pályán túl messzire nem szabad tervezni, ezt igenis ki kell tanulni. A legtöbb ember számára szerintem jó az, hogyha kellő időt szánnak arra, hogy tapasztalatot szerezzen. Meglátjuk majd, mit hoz az élet, de szerintem fontos az, hogy a mát úgy éljük meg, hogy az jó legyen.